Jelentős internethálózatfejlesztés kezdődik Magyarországon, jelentette be megyei iskolaigazgatóknak a Fejlesztési Minisztérium. Új programját Kara Ákos, az államtitkár elmondta, az iskolákban lévő sulines sávszélessége nőni fog. A magyar kormány azért támogatja ezt a programot, hogy a fiatalok még jobban fel tudjanak készülni a felnőtt életre, hogy a diákok még inkább eredményesen tudják elvégezni az iskolai tanulmányaikat. 85 intézményről van szó Győrben, illetve a Győr környéki településeken. Több ezer gyermeknek az életét, a tanulását teszi könnyebbé, és azt gondolom, hogy az az országos program, amelyet most 650 iskolára terjesztettünk ki, azt jelenti, hogy egy éven belül itt Győrben, illetve Győr környéki iskolákban mindenütt gyorsabb internet elérhetőség lesz. A Sulinet korszerűsítés az elmúlt két évben már elkezdődött, a mostani programmal az internet sebességének a gyorsítása a cél. Magyarországon már évek óta létezik egy nagy sebességű gerinchálózat, amit a felsőoktatási intézmények használnak, erre csatlakozik rá a Sulinet. Első lépésként az iskolákban elhelyeztünk egy olyan nagysebességű kapcsolatot lehetővé úgynevezett routert, amelyek 1 gigabitre képesek az adathálózatot működtetni. A iskolák többsége azonban olyan elmaradott térségekben van, ahol nemhogy internet, de villany is nemhogyan régen van. Tehát ezekben az iskolákban, akik körülbelül 650-en vannak a felmérésünk szerint, szeretnénk az elkövetkezendő időszakban olyan korszerű technikával eljuttatni az internetet, ami már nem akadályozza azt, hogy az iskola a tanmenet szerint az informatikai oktatást, illetve az informatikán keresztül a különböző szolgáltatásokat igénybe vegye. Ez mikrohullámú összeköttetéssel történik, mégpedig 100 megabites sebességgel. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 1,5 milliárd forintos beruházást európai uniós pályázati pénzből finanszírozza.